A dé, dédapám Pietro del Medico az ő 1824-ben született Tarcentóban, ami a mai Olaszország Friuli tartományának a, a szovén határhoz közeli részén van. És ő tehát ő 1824-ben született, és valamikor a a 40-es évek elején akkor letelepedett Budán, hogy, hogy mit csinált addig, amíg 1850-ben meg nem alapította a Delmedico szalámi gyárat, nem tudom. Arról a családi krónikák nem szólnak, a családi krónika csak azt mondja, hogy, az, hogy ő hogy ő, ő, ő alapította meg első, az első magyar szalámi gyárat. Ezt tudjuk, feles, tehát a Pietro Delmedico, az, az, az megnősült Magyarországon, feleségül vette Unger Szecíliát, aki Budai-Sváb budai családból származott, és ebből a, ebből a házasságból született a nagyapám Delmedico Ágoston akiről már sokkal többet tudok mondani. Delmerico de Ágoston, a dédapám, aki rövid életű volt, mert 1800, a nagyapám 1860-ban született, és 1901-ben meghalt, 41 éves koráig, de azért egy nagyon szép pályát futott be, mert átvette apjától a szalámi gyárat, ami, ami az ő életében már Dermedikó Péter és fia néven működik, működött, családi cég volt, nem részvénytársaság. Hozzá kell hogy nem valami óriási üzemre kell gondolni, mint később volt, ugye, a, voltak a későbbi szalámi gyárok, mert nem volt még hűtőipar. Már pedig hűtőipar nélkül húsgyártás vagy húsfélék előadása nehezen képzelhető el. Tehát többé olyan üzem volt, ami szezonálisan működött, főleg télen, mert a szalámi ez egy olyan termék, amit aztán tárolni lehet, szárítani, stb. Tehát egy szezonális üzem volt a szalámi gyár, az működött 1850-től 1912-ig. A nagyapám egy rendkívül tevékeny ember volt, mert a tagja, törvényhatósági bizottsági tag volt, Budapeste a fővárosi törvényhatósági bizottsági tagja volt, azon kívül, a hát természetesen az ipartestület, stb. ebben is közreműködött. A részleteket sajnos nem tudom, mert arról semmi nem maradt, de azt tudom, hogy törvényhatóságilagban nagyon aktívan működött, és őhozzá fűződik az a sokak szerint, kétes dicsőség, hogy követelte a futball betiltását az iskolákban. Aztán utólag sikerült annyit megtudnom, hogy akkoriban valami, egy nagy, nagy baleset történt valamelyik futballmessen, és egy nagyapám egy fulminás szónoklatot tartott, hogy az ilyen durva sportokat nem szabad engedélyezni, legalábbis az iskolákban nem. Ezt egyébként Mező Ferenc-től tudom, aki ugye a Szellemi Olimpia nyertese volt, és az olimpiák története volt a szakmája. Hát ezt a sporttörténet érdekességet őtőle hallottam. Nagyapám egyébként nagyon, nagyon aktív volt, azt tudom, rengeteg, rengeteg felszólalása volt hívásban sőt, még egy ideig Darányi Ignáccal is először konfrontálódtak, később pedig aztán nagy kortes lett Darányi Ignácnak aki hát meg is jelent a nagyapám temetésén. Hát ezt tudom elmondani a nagyapámról.